Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének szegedi tagozata szervezésében került sor a Magyar Kanizsa Község a múlt század Hotóin című könyv bemutatójára Szegeden a Katolikus Házban. A kötet bemutatón, melyet november 8-án nem sokkal Magyar Kanizsa Község napja után tartottak, a szerkesztőkkel, Pusztai Virággal, Fejős Sándorral és Forró Lajossal Kis Imre Ferenc publicista beszélgetett. Tulajdonképpen a véletlennek köszönhető, hogy a kötet a Kanizsa Község napjára látott napvilágot. Folyamatosan dolgozunk a Kanizsa Község területével, történeti feltárásával. Maga ez a kötet, ez egy új a sorozatban, hiszen már volt hasonló jellegű helytörténeti, helyi értékeket bemutató kötetünk. Ez egy kicsit hasonló. Nagyon fontosnak tartom a régi képek összegyűjtését és rendszerezését, hiszen ez ad valamilyen lenyomatot a múltunkról, hogy itt voltunk, mivel foglalkoztunk, mivel dolgoztunk, mit dolgoztunk. Ez a kötet is ilyen. Tulajdonképpen négy részből áll, három tanulmányból. Egy a fotókat elemzi, a másik statisztikai adatokat, a harmadik pedig egy élettörténetet ír le az adott korszakban. Ez mellett a fotók képezik a negyedik, tulajdonképpen a negyedik tanulmányt, hiszen a fotók, a képaláírások, azok mindig is fontosak voltak számunkra, hiszen egy kép az egy üres kép, az túl sokat nem mond, ha nem ismerjük a rajta lévő személyeket. Viszont ha van egy képaláírás, ami bemutatja, elmondja a kép történetét, akkor az már mindjárt színesebb. El kell mondanom, hogy ez volt a legérdekesebb része számomra a munkának, amikor egy-egy képet elemeztünk, kitaláltuk. Számomra is olyan dolgok jöttek elő, és olyan új információkat kaptam. Én például nem tudtam, hogy Kanizsa községben működött egy játékgyár. Ezt egy kép alapján derítettük ki. Előkerültek más kuriózum képek is a világháborúból például. Nagyon sok mindenkitől kaptunk képet. Természetesen vigyázunk, hogy az eredetit mindig visszaadjuk, és forrásként megjelöljük, akitől kaptuk a képet. A kiadvány az egyéni sorsok nézőpontjából fotókon keresztül enged bepillantást Magyar Kanizsa és környékének történetébe. A múltunkról adunk egy képet, adunk egy üzenetet a világ számára, ez mindig fontos. Ezeket gyűjteni kell és átörökíteni az utódaink számára, egy kis példa mutatás szempontjából. Én nyilván történészként is mondom, hogy a régi dolgok, a régi értékek összegyűjtése az nagyon-nagyon fontos. Nagyon nagy szívfájdalom számomra, amikor egy-egy ilyen eszköz, régi kép vagy bármi dohosodik a padláson, és nem kerül egy olyan archívumba, amely mindenki számára lehetővé teszi, hogy megnézze. Ráadásul, hogyha ez van egy értő tudományos képaláírás is, akkor meg még érdekesebb, mert akkor nyilván nyomon tudjuk követni a kép látható személyek, épületek sorsát is akár, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos, főleg a mai világban, ahol a technika ezt, illetve az internet ezt már lehetővé teszi, hogy megosszuk a világgal. Egyébként a terveink között szerepel is, ahogy megjelennek a kötetek, ugye ezeknek lesz egy digitális formátuma is, ahol szintén meg lehet ezeket nézni. A kötet szerzői mind vajdasági, részben magyar kanizsai származásúak, akiknek a szülőföld iránti elkötelezettsége ebben a kötetben is tetten érhető. Ez a tudományos szövegkörnyezetbe ágyazott képeskönyv egy könyvsorozat első kiadványát képezi. Amikor ezt a kötetet elkezdtük szerkeszteni, akkor annyi fotó lett hirtelen, hogy gyakorlatilag már az elején eldöntöttük, hogy ezt egy kötetbe nem lehet bele zsúfolni. Ez egy egész hosszú, nagykort átfogó történet a mostani könyv. Ebben mindenből adtunk egy kis ízelítőt a további terveink, hiszen a kötet is sorozatban jelent meg, hogy további kötetekkel gazdagítjuk Kanizsa történelmét. Ezek már inkább azért egy kicsit tematikusak lesznek, kisebb korokat fogunk átfogni, mind az írásokkal, mind a képekkel.